Sziasztok, én Lucky vagyok, és ez a videó egy olyan videó lesz, ami már nagyon régen nem volt, és már ti is nagyon hiányoltátok. Igazából nekem is már hiányzott ez a fajta videózás. Igazából ez olyan, hogy unatkozok, előveszem a kamerám, és akkor itt beszélek valamit, ami éppen eszembe jut, illetve éppen ami történik velem. Ugye ma ünnepeljük a munkát, és éppen ezért ez munkaszüneti nap, tehát így soha nem értettem a logikát, de örülünk neki. És a lényeg az, hogy egyedül kerültem itthonra, hát délután 12:30 lesz lassan, és azért vagyok itthon egyedül, mert a családom többi része, most a családomnak az egyik része elment, valahol itt mentek állatkertbe, itt ilyen szar helyekre, és a másik része az pedig nem tudom, hova tűnt. Na mindegy, a lényeg az, hogy nekem nem volt kedvem elmenni sehova, és éppen ezért itthon vagyok. Ebédre rendeltem magamnak pizzát, azt mondták, hogy másfél óra lesz, mire kijön a 700-át, de mindegy, a lényeg az, hogy legalább találtam olyan pizzériát, ami még nyitva van május 1-én. De azért nézzük meg a hűtőt. Úgy ennék már valamit, nagyon éhes vagyok, tehát de attól félek, hogy most elkezdek enni, akkor nem tudok leállni, és akkor a pizzát meg feleslegesen fogom kivizetni. Értitek a dörgés szituációt. Na mindegy, a lényeg az, hogy igazából ebben a videóban szeretnék arról is beszélni, hogy milyen meglepetést kaptam a születésnapomkor. Ugye április 19-én volt a születésnapom, volt egy ilyen garázsparti, ott voltunk a garázsban, mindjárt meg is mutatom, hogy hol van az. Na, azt mondja, hogy ugye ott van kettő ajtó, és az az ajtó, ami be van csukva, na, ott van a garázsunk. És szóval ott volt egy ilyen kisebb fajta buli, hol ittunk meg ilyen hasonló dolgok. Ezen a születésnapon nekem volt egy akkora meglepetésem, hogy beszarás. Tehát tudjátok, hogy én az aborozsetszel így jóba vagyok. Szóval nagyon sokszor használom a zenéket, meg én nagyon sokat beszéltem velük, és igazából összebarátkoztunk, nagyon jó arcok. Tehát a Zaporozsec az egy kegyetlen jó zenekar. Most is éppen beszélünk valami fajta közös dologról, ugye a Zaporozsec zenekarral, illetve velem. Mindegy, ez még nagyon kezdeti fázisban van, még nagyon nem szeretnék erről elmondani dolgokat. Na mindegy, szabadjára engedem a fantáziátokat, tehát Lucky plusz Zaporozsec, mi sülhet ki ebből? Na mindegy. A lényeg az, hogy járkálok szobákból szobákba, lényegtelen. Na szóval ugye a Zaporozsec meglepett engem nővérem szervezésével a születésnapomon. Szóval átmentünk a szomszédba, mert én arra szám, ugye főztünk pörköltet délután, és az lett ugye estére a vacsora. Na, és akkor azt mondták nekem, na akkor menjünk át a pörköltér, és áthozzuk, és akkor bekajálunk ugye egy jót. Aha! Megyünk a pörköltér, szomszédban vagyunk, felnyíródik a garázskapu, és bazd meg! Ott volt a Zaporozsec, és elkezdtek zenélni. Lenyomtak nekünk egy fél órás koncertet, és hatalmasak voltak, tehát annyira meglepődtem, el is érzékenyültem, ezt nem tagadom. Igazából a kis koncertről egy ilyen kis bejátszás most be szeretnék vágni, bár sokat nem tudok, mert ugye jogvédett a zene, és a YouTube leszarja tulajdonképpen, hogy nekem minden jogom van felhasználni a dalaikat a videómban. De mindegy, szóval akkor nézzétek meg ezt a kis bejátszást, és utána még találkozunk. Köszönjük, Zéva, jöhet még! Ma éjjel egy furcsa kép regény, messziről látszik a jelző fény a sötét égen. Még se jön, betlen. Egyedül indulok és megváltam ezt a szép világot, nem is kell más, csak egy kort feladat.
hasad a hajnal, és vörösen lüktet a táj, mint egy sebb, ha felszakad. Nagyon fáj hasad a részemleg belül az atomi. Hát sok szerencsét, Mr. Gorski. Na azért ez nem semmi, tehát kerestem a szavakat akkor, és még most is keresem, mert ez leírhatatlan, az életemben még nem volt, hogy ennyire meglepődtem volna valamint, tehát ez akkora meglepetés volt, hogy hihetetlen. Hú, szóval ezúton is a Zaporozsecnek nagyon szépen köszönöm, a zenekarnak a Facebook linkjét e videó alatt megtalálhatjátok, ha esetleg meg szeretnétek nézni, esetleg a YouTube csatornájukon fenn vannak a számaik, az is ott van a leírásban, megérdemlik a figyelmet. Ja, és Zaporozsectől még kaptam egy hatalmas ajándékot, ami arra a falra került ki, ami, tehát ide eddig csak ezt a mezet raktam ki, ehhez nagyon szép emlékek kötnek, tehát ez azért került ide. És emellé került ez a vászonkép. Ezt kaptam tőlük születésnapomra ugye a koncert mellett. Ugye ott van a Zaporozsec zenekar tagjai, és alá is van írva, hogy Zaporozsec. És itt van a Linkin Park együttes tagjai, és ilyen Linkin Park, és így össze van photoshopolva, gondolom, szóval így össze vannak rakva, kegyetlen jó lett, és az egész egy ilyen vászon, szóval nem tudom mennyire lehet érezni, de nagyon jó, nagyon imádom. But first, let me take a selfie. Szóval akkor beszéljünk egy kicsit a Play It-ről. Ugye a Play It pontosan egy héttel a születésnapom után volt, és erre nagyon sok nézőm gondolt, és én ezen lepődtem meg a legjobban az egész Play It-en, hogy ennyien gondoltatok arra, hogy nekem születésnapom volt. Na, és akkor nézzük is meg, hogy miket kaptam tőletek. Először is a Pro Players csapatától egy nagyon menő telefontokot kaptam, amit ők csináltak nekem születésnapomra. Hát szerintem írtókegyetlen jó, azóta is ezt használom. A Pro Players csapat tagjai nagyon jó arcok. Kaptam egy ilyen ajándékkosarat, ezt még nem bontottam ki, de ezt a csokis banánt imádom. Főleg a sheris, anyas. És ezt is nagyon szépen köszönöm, ezt most névvel pontosan nem tudom ki adta, ne haragudj, de nagyon szépen köszönöm neked, imádlak. Kaptam egy ilyen kegyetlen jó bögrét, amin a Minecraft karakterem van rajta, és egy boldog születésnapot. Hát kegyetlen jó, nagyon jó. Illetve ezen kívül kaptam rajzokat, ezeket most nem szeretném megmutatni. Ja, és még kaptam tömérdek csokit, aminek már a 90%-át bepusztította, de semmi probléma. Hát egy 3-4 óra, mire jön a pizzám. Aha. Szerintem én nem is videóztam ez a kamerával a szabadban, nézzük meg what kind of. Rám. Hol a tedle? Ha ott a tedle? Ha mi van? Gyönyörű kutya vagy, Drám. Ja. Drám, nem dobtam még el. Drumi, Drám, gyere ide. Gyere ide. Hú! Mi van, kitya? Hello. Kitya sem. Mi van, Drám? Drám, ül! Se vagyunk. Jaj, Dumi, ne verd a farkat! Amúgy neki nincsen neve, most hát elvileg az a neve, hogy Zafír, de a kityára hallgat. Nem tudom miért, na mindegy. Nice going!
Wow, Pécs. Sonkás, gombás, kukoricás. Jabe! Nem tudom, mi történt. Arra emlékszem, hogy elámosodtam. Leugrottam oda. És aludtam. Nem tudom, egy olyan 2 órát. Fú, gyerekek, ennél jobban nem esett semmi. Nem tudom, délután már nem aludtam körülbelül már 10 éve, de ez most kegyetlen jól esett, gyerekek. Wow! Na úgy néz ki, átjön Vince egyet, mit tudom, fifázunk, trials-ezünk, nem tudom, játszunk egyet, és valószínűleg fogunk felvenni videót is, bármint nem ilyen videót, hanem ilyen játékos videót, mondjuk fifát ugye egymás ellen, vagy trials-eset. Szerintem azokat előbb láttátok, mint ezt a gameplayt, szóval valószínűleg tudjátok, hogy milyen videókat csináltunk Vincével. Ebben majd bezumulunk. Megérkezett Vince! Sziasztok! És már is csapatunk egy fifát. Szóval úgy döntöttünk Vincével, hogy elindulunk és eszünk valamit, hiszen kiéheztünk. Most először is el kell sétálni a bicikliért, mert drága látos nővérem természetesen ismét nem hozta haza. Szokása. Mi? Semmi. Szóval ennyi lett volna ez a videó, remélem tetszett nektek, egy kicsit mesélgettem nektek az elején, aztán jött Vince, elmentünk ajánlni, ha abból ti sokat nem láttatok, de mindegy, ettől függetlenül tényleg reméljük tetszett, szóval tudassátok valami kommentár részben, illetve egy like-al, hogy szeretnétek a jövőben még ilyet, hiszen nyáron ebből sok fog jönni. Szóval, sziasztok! Sziasztok!